Bogyiszló után idén Szexárd ad otthont a Váramegye rendezvényének. Pénteken a Szent István téren interaktív bemutatókkal, kulturális programokkal, vetélkedővel és főzőversennyel várja a megyei önkormányzat a vendégeket. A társszervező Babics Mihály Kulturális Központ munkatársai a fákkal körülvert árnyékolt ligetes környezetet tudatosan választották a rendezvény helyszínének. Kényelmesebben tudnak majd a gasztronómiának és a kulturális programoknak hódolni az ideérkezők, és tulajdonképpen a Hári János Mesefesztiválhoz hasonlóan szeretnénk majd az elrendezést, és persze nem gyermekek, elsősorban nem a gyermekek a célközönség, de a Hári János Mesefesztivál jól bevált elemeit, mármint ilyen praktikus technikai elemeit próbáljuk majd megvalósítani ott a Szent István téren. Ács Rezső, Szexárd polgármestere azt mondja, megyeszékhelyként fontos volt, hogy idén itt rendezzék meg a Tolna megyei értékek napját, megmutatva, milyen kohéziós erő van a Tolna megyei települések között. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, a program elindulásakor szkeptikus volt, de azóta bebizonyosodott, milyen aktívak a települési értéktárbizottságok. A rendezvény célja az, hogy megmutassák, miért jó itt élni, és így az elvándorlást is sikerül megállítani. Mi Tolna megyeiek is keresünk valamit, de nekünk van egy nagyon-nagyon biztos pontunk, a saját megyénk, a megyén belül pedig a saját településen, a településünk, ahol élünk. Ott kell fölfedezni a lehetőségeket, ott kell kitalálni, meg megérteni, hogy mit kell tennünk azért, hogy ez még jobb legyen, és akkor ilyen eredményeket fogunk tudni elérni. Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatója azt emelte ki, az utolsó órában vagyunk az értékek megőrzésében a lakosság előregedése miatt. Ezzel a rendezvénnyel azért meg tudjuk mutatni a Tolna megye nagyon sok értékét, és én nagyon örülök annak, hogy tényleg több mint 40 település érkezik Szexárdra most pénteken, és meg elhozza az ottani legszebb dolgait, kincseit, és bemutatja itt, köztkincsé teszi mindenkinek, és ezzel tudjuk átörökíteni a fiataloknak is a hagyományainkat, a hagyományok ápolását. A Tolna megyei önkormányzat 5. éve ünnepli a megyei értékek napját. Idén 600 fő regisztrált be a programra, a Tolnai Kum címeket is ezen a napon adják át.